Üdvözlök mindenkit, engem Jerep Tamásnak hívnak, és 2022. márciusában volt a hajbeültetésem itt a HIMG klinikán. Sajnos engem már egészen fiatalon érintett a kopaszodásnak a problémája, és ezért már nagyon hamar elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy hogyan lehetne ezen segíteni. Többféle megoldást, illetve szert kipróbáltam, hogy hogyan lehetne lassítani, esetleg megállítani ezt a folyamatot, de mivel egy hormonális hajhullásról beszélünk, ezért rá kellett jönnöm, hogy ez tényleg legfeljebb csak lassítható ez a folyamat, de sajnos megállítani vagy visszafordítani nem lehet. Viszonylag sok időt és energiát szántam arra, miután megszületett a döntés, hogy hajbeültetésem lesz, hogy megtaláljam a legmegfelelőbb klinikát, és a visszajelzések alapján a HIMG klinika tűnt a legjobbnak. A beültetés végén kaptam a kezembe egy papírt, ahol nagyon pontosan le volt írva, hogy milyen instrukciókat kell követni. Itt meg volt határozva az, hogy mi az, amire nagyon figyeljek, mi az, amire vigyázni kell, és ezeknek a követésével nem jelentett különösebb nehézséget az első hétnek az átvészelése. Én azt hiszem, hogy elmondható, hogy a hajbeültetés után általánosságban is javult a kedélyállapotom, ami picit viccesen hangzik, de az önbizalmamnak mindenképpen nagyon sokat dobott az, hogy hajbeültetésem volt. Én minden olyan férfi társamnak, akit érint ez a probléma, és ténylegesen zavarja is, azt tudom mondani, hogy ha van lehetősége, akkor menjen el hajbeültetésre, mert megéri.